Hello! Szervusz! Üdvözöllek itt a Selfness Yoga oldalon. Azon belül is, ugye az online yoga, yoga videók, yoga otthon eh, csoportban. Mindig ebben a online yoga csoportban indulnak el a Facebook élő videók. Így most is eh, így van ez. A technikai hátteret ugye én kezelem. Így most lecsekkolom, hogy valóban elindult-e a felvétel, az élő felvétel. Úgyhogy amíg én itt nyomkorászom a laptopomat, hát addig szíves türelmet kérem, de ez általában tényleg egy perc alatt meg szokott oldódni, hogy elindítom a videót, megosztom, és akkor minden oké. Okay. Igazából ugye minden héten van egy téma, amit kiboncolunk. Mai alkalommal is van egy téma, de egyébként bátran írhattok ilyen témajavaslatokat, akár bármelyik videó alá, vagy üzenetként, vagy e-mailt is írhattok. Mindenfelé, mindenhol megvannak az elérhetőségek, meg megtaláltok. Úgyhogy, ha vannak olyan témák, ami kifejezetten érdekelnek titeket, akkor nyugodtan írjátok meg, mert szoktam nézni őket egyértelműen. És igazából már kezdek is kifogyni a témákból. Úgyhogy, ha adtok ötletet, ez nekem segítség, mert elég sok mindent írtatok, de már elég sok előadás elhangzott, ugye? itt a Facebook csoportban is, ha visszatekertek, megtaláljátok, de ahogy szoktam mondani nektek, a YouTube-on, a Selfness Yoga YouTube csatornáján van egy külön lejátszási lista a Facebook előadások címen, és ott, ö, ott megtaláljátok visszamenőleg az összeset, tehát nem is tudom mennyi van már, vagy 20-30, tehát nagyon sok. Tehát sok mindenről beszéltünk már. Öm, így, amik ilyen érdekes témák voltak, azokat visszatudod nézni, illetve ha vannak ötleteid, akkor pedig majd javasolj. És akkor, hogyha lesz rám mód, akkor mindenképpen beszélek arról. Vagy ha értek hozzá, mert azért mindent is tudok, mert hajat szoktatok kérdezni, hogy hú, hú hát még én magam sem tudom, hogy hogy van. De a mai alkalommal egy nagyon kis aranyos, vagy hát hasznos témáról beszélnék az ajurvédikus napirendről, vagy mondhatnám így is, hogy a jogikus napirend, védikus napirend, így többféleképpen meg lehet ezt a témát közít, közelíteni. Um, nagyon hasznos ez ennek a témának az ismerete. Sokszor mondják azt a védikus írások, védikus szentírások, jóga tanítások, hogy é összhangban a természettel. Um, Oké, okay. de ez mit jelent? Persze sok minden tudunk, hogy mit jelent, mert jelentheti ezt, hogy környezettudatos vagyok, egészségtudatos vagyok, figyelem a világnak a történéseit és ahhoz igazodom. Ez, ez mindig igaz, de lehet ezt picit jobban konkretizálni igazából. És akkor erről beszélnék nektek. Hogyha megfigyeled akár a tested működését, akár a természet működését, mindig azt fogod látni, hogy egy rend van benne, egyfajta ciklikusság, mindig minden ismétlődik és egy ilyen mondjuk egy jól összerakott program szerint fut. Hiszen reggel fölkelsz, eszel, dolgozol, eszel, <laughs> mozogsz, pihensz, lefekszel, alszol, majd kezdődik előről. Úgy a természetben is föl kell a nap, nappal van, lemegy nap, éjszaka van. Vagy ott vannak ugye az évszakok, tavasz, nyár, ősz, tél, váltakozik ismétli egymást vagy a születés és halál a reinkarnáció. Tehát minduntalan abba ütközöl, hogy egy ilyen rend van, és egy ilyen ciklikus ismétlődés van. Akár a saját kis életedet nézed, akár a, a, a nagyvilágot. És ez nem véletlen. Hát mi úgy mondjuk, hogy Isten teremtette így a világot, de ha nem hiszel Istenbe, akkor mondhatni azt, hogy hát nem tudom, mi más lehetne mondani, Egy magától kialakult. Ez elég furcsa. Csak úgy magától nehezen alakul ki ennyire, ennyire profi rendszer. Úgyhogy én hiszem azt, hogy van egy intelligens tervező a világ mögött. Így. És akkor a tervező mögött vannak energiák is, vannak minőségek, vannak elemek, amik aztán összeállítják az anyagi világot is működtetik azt. Ugye akár a tested, akár a természet maga az öt őselemből, pancsamahábúthából épül föl. Ez az öt őselem a föld, a víz, a tűz, a levegő és az éter. Ez az öt elem építi föl. Természetesen aztán ezek millió szám tudnak kombinálódni, ahogy tudod, ilyen számkódokat, öt számjegyből millió össze tudsz hozni, ugyanígy az öt ős elemből, ha ezeket össze-vissza kombinálod, rengeteg más elem e, alakul. Ugye, amit a periódusos rendszerben ismersz, nem is tudom, most mennyi van, 120-140 fogalmam nincs, van elem, az, ebből az ötös elemből épül fel, ezek kombinálódnak. Egyébként a védikus írások azt is megemlítik, hogy 200 elemi építi fel a mi univerzumunkat, a mi anyagi világunkat, úgyhogy még egy jó párat nem fedeztek fel a tudósok, de már ezek a védák, ezek már írnak róla. Szóval izgalmas a téma, hogy akkor ez az ötös elem kombinációjából mennyi-mennyi más elem jön létre. És ha azok egyesülnek, azok létrehozzák a formákat, Akár az élettelen formákat, ugye a tárgyakat, a sziklát és ehhez hasonló dolgokat, a földet, tehát az élettelen dolgokat is létre tudják az elemek hozni, meg hát az élő dolgokat, ugye a növényeket, állatokat, embereket, <coughs> ígyni. És akkor látjuk azt, amit látunk, tapasztaljuk azt, amit tapasztalunk. Tehát az őselemek állnak e mögött. De az őselemek még nem csak így tudnak kombinálódni, mint egy legó, az elemek összerakódnak és egy forma összeáll, hanem még egymással is tudnak társulni az elemek, és energetikai szinten tudnak kapcsolódni, és ezen a finomabb szinten is kifejtik a hatásukat, a tulajdonságukat. Amikor így energetikai vagy finom szinten ezek az őselemek kombinálódnak, ezeket hívjuk dósáknak. Dósáknak, ezeket szoktuk úgy fordítani, hogy rendező, elv, irányító energia, vagy rendező és irányító energia. Nehéz így szó szerint lefordítani, mert inkább ilyen minőségeket, hangulatokat, folyamatokat utalnak. Vagyis arra utal ez a dósa szó. Te talán, amiket elmondtam, így már kézzel teszi számodra, hogy mit jelentenek ezek a dóság. Tehát minőségek, energiák, amik, 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 a világ működéséért ott a háttérben felelősek. Sok más energia is van az anyagi világban, ez a össze. Ez a sok közül csak három. Így. És hogyha vesszük a éter és a levegő elemet, ha ezek kombinálódnak ilyen finom szinten, energetikai szinten, akkor ezek alkotják a váta dósát hogyha a víz és a tűz elem kombinálódik, az alakítja ki a pitta dósát, és hogyha a víz és a föld elem kapcsolódik egymáshoz finom szinten, az alakítja ki a kapha dósát. Tehát akkor van a válta, a pitta és a kapha dósa. Ez a három. És ezek a dóság gyakorlatilag az őket alkotó őselemeknek a tulajdonságait, biológiai energetikáját, jellemzőit hordozzák magukba, és azokat aztán érvényesítik. Mire gondolok eh, egész konkrétan, meg tudom neked magyarázni. Tehát, hogyha például arra gondolsz, hogy az éter és a levegő, mint elem, mint őselem, milyen dolgokkal jellemezhető, akkor ugyanazon dolgokkal jellemezhető a váltadósa, és aztán ezen minőséget fogja ő képviselni a feladata során. Ugye az éter az mi? Térkitöltő, finom, könnyed, átható, mozgékony, áramló, egyébként tud lenni erős is, de tud lenni lágy és finom is, ugye a levegő. Hát ugye lágy, gondolj egy nyári meleget, esti szellőre, az ugye finom lágy, de gondolj bele, amikor van egy tornádó és egy szérviharna, ott a levegő az már nagyon erős is kemény. Vagy ott van a légkalapács, ugye a levegő hajtja, és a betont is össze lehet vele törni. Tehát a levegő lehet erős és gyenge is, ez a kettő nem mond ellent egymásnak, attól függ, hogy hogy jön, hogy, 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 hogy érvényesíti magát. Hát most ezek jutottak eszembe, hogy mozgékony, könnyű, szárító, szállító, ugye ezek jutottak eszembe a levegőről, és az ételről, és hát pont ugyanezeket, amit az előbb elsoroltam jellemzőket, lehetne rámondani a váltadósára is, mint mint jellemzők. És uh, akkor ezeket a dolgokat fogja ő képviselni. A könnyedséget, a mozgékonyságot. És akkor a váltadós ott van mindenhol, tehát ott van a természetben, ott van a testedben, ott van a tudatodban is. A természetben a váltadósa az, ami ugye irányítja a, a, tehát minden, ami mozgás, tehát az áramlásokat, a széláramlást uh, irányítja, akkor, amikor a tápanyagok áramolnak a fában, a növényekben, a virágokban, azt is a váltadósa csinálja. Egyébként az évszakban a váltadósa az, ami a szeles is száraz, tehát, uh, vagy akár, igen, a nedves is lehet igazából. Tehát az ősz tartozik ide leginkább, tél eleje a váltadósához. Így. Mm. A testünkben a váltadósa úgy van jelen, hogy hát ha a szállítás, akkor minden, ami szállítás, tehát a véráramlás, a nyírokáramlás, az idegek áramlása, vagyis az ingerületek áramlása az idegekben, az érzelmek áramlása a tudatban, ez mind a váltadósa, illetve a váltadósa irányítja az összes többi dósát is a testben, mert ő felelős a mozgatásért, az izmokat ő mozgatja, idegrendszert, hormonrendszert felügyeli. Hát elég sok mindent csinál a vátadós egyetesben. A tudatban pedig pont így a kérzelmek gondolatokért felelős. Tehát a Váltadósa akkor így volt jellemezhető, és így van jelen a világban. Aztán a következő dósa, legyen a pitta, ugye az a víz és a tűz. Az elsőre azt mondanánk, hogy kioltják egymást, és hát egy szempontból igaz lehet, hogy a víz kiolja a tüzet, de, de valójában nem, mert a kettő minőség létezhet egymás mellett. Hát gondolja arra, hogy forró víz. Az éget is, de folyik is. Tehát az pitta. Vagy a lávára, a vulkánból kitörő ö, ö, láva folyamra. Az is folyik, de tüzes. Vagy a alkohol. Ugye a pálinka nálunk úgy is hívják ott, hogy tüzes víz. Bármilyen alkohol az, 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 az is egy pitta elem. Ú, így. Hát a természetben jelenlévő minőségeket, mondtam az előbb, de egyébként meg a testünkben a pitta úgy van jelen, hogy a savak, lúgok, jelenesebbé például sav ként, így, vagy mint energiaként van jelen. Tehát akkor ez a víz és tűz végül nem alja ki egymást, hanem akkor így már érted, hogy megfér egymás mellett, de mégis leginkább a pittára az a tűzelem jellemző, és hogyha tűzelemre gondolsz, akkor mi jut eszedbe róla? Lebont, átalakít, energiát ad, hőt ad, fényt ad, meleg. Mert hát ezek ütöttek eszembe a, 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 a tűzről. Akkor ugyanezek, amiket felsoroltam, jellemzik a pittadósát is, és ezen minőséget fogja akkor ő képviselni. A pitta akkor maga a nap, a meneg energia természetben. Ő a tűz, tehát hogyha van egy tűztábor tűz, ezeket ő felügyeli és az energiát adja a természetnek a működéshez. A testünkben az emésztésért, a lebontásért felelős, leginkább, hogy az emésztő szervrendszert felügyeli, de a vér is oda tartozik, a látás is oda tartozik a pittához. Így a tudatban pedig az akaraterőt adja, a kitartást adja a pitta. A harmadik dósa az a kappa. Emlékszel a kappáról, azt mondtam, hogy a víz és a föld elemi építi föl. A víz az ilyen nedvesít, párásít, olajoz, sikosít. Pff, ezek jutottak eszembe a vízről. A föld az kemény, szilárd, stabil, vázat ad, alapot ad. Így. És a kettőt együtt veszed, akkor az a kappadósa. Egyébként a kapadós a természetben pont a föld, a gyökér, a stabilitás, az állandó, állandó súltság, a testben a csont, az izom, az immunrendszer, vagy a tudatban a kitartás, a magabiztosság, a nyugalom, a romantika, így ezek jutottak eszembe a kapadósáról. Tehát akkor így érted, hogy akkor a válta, a pitta és a kappa is ott van a természetben, az őselemek tulajdonságait hordozza és érvényesíti, és végzi a feladatát. És nem csak, hogy ennyi van, hogy akkor jellemzőik vannak, hanem a dinamikát is ők határozzák meg. Emlékszel, az előadás legelején mondtam neked azt, hogy minden ilyen rend szerint működik, ilyen ciklikus, ismétlődő, és ezeket is a Hát még a gúnákon egyébként csak most nem akarok belemenni, szóval vannak a gúnák, a kötőerők, azok is működtetnek, van a prána, az is működtet, de ezek mellett még ott vannak ezek a dósák, amik szintén működtetik a világot, és létrehozzák azt, hogy van este, van reggel, van nappal, van és születés, van halál, van aktivitás, van passzivitás. Ezeket a fajta ellentétpárokat, illetve illetve rendet is a dósák felügyelik többek között, az elsorot más energiák mellett. És nagyon egyszerű az elv, hogy ezek a dóságok fogják az évszakokat is létrehozni, illetve a napszakokat is létrehozni, meg az életkorszakokat is létrehozni ugye maga a születés, a növekedés, és serülőkor, az egy kapadósa, uralta időszak. Amikor éppen éljük az életünket, életünk közepén vagyunk, életünk tel teljén vagyunk, akkor az a pittadósa, amikor elkezdünk megöregedni, meghalni, ez a váltadósa. Ugye természetben is, amikor jön a tavasz, zajlik a nyár, az ugye a pittadósa, amikor elmúlik a nyár, jön az, az a váltadósa, amikor tél van, az a kapadósa. Így, Hát szóval így ö, jönnek létre akkor ezek a természeti szakok, évszakok, napszakok. És akkor a napon belül a dóság valójában kétszer vannak jelen. Tehát nem, 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 csak egyszer nyilvánítják meg a önmagukat, a hatásukat, hanem kétszer. A váltadósa van hajnalba és délután, a pittadósa van a nap közepén és az éjszaka közepén, a kappadósa pedig van délelőtt és este és akkor így ismétlődnek. Egyébként olyan nagyjából négy órás ciklikokat, négy órás korszakokat hoznak létre a napon belül. Persze a szakok között van még egy olyan 40 perc átmenet, tehát még az egyik napszakbodósából átmész a másikba, az olyan kb. 40 perc ilyen átmenet, tehát az mondjuk mindig egy ilyen kevert lesz ott a határon, de mégis úgy nagyjából el lehet különíteni akkor ilyen 4 órás szakaszokra, és akkor hajnal a kettő is reggel hat között van váltadósa, utána 6 óra és 10 óra között délelőtt van a kappadósa, utána 10 órától délután 2-ig van a pittadósa, délután 2-től este 6-ig van a váltadósa, és este 6-tól este 10-ig kapadósa, és este 10-től hajnal 2-ig a pittadósa megint. Remélem jól mondtam el rosszul mondtam volna el, akkor találsz egy ilyen cikket a Selfness Joga honlapon, hogy jogikus napi rend, és ott le van írva. Én szeretek mindig mindent leírni magam előtt is, és akkor úgy tartom számon, úgyhogy ha összekavarodtam a kobocsi, de szerintem jól mondtam. Tehát akkor kétszer vannak jelen ezek a dósák, és azért érdekes ez, vagy azért hasznos ezt tudni, mert ha tudod, hogy melyik dósa uralkodó az adott napszakban, akkor érdemes olyan élettevékenységet végezni, ami szintén abba a van, mert ha természet van egy minőségben energetikába, vibrációba, és te magad a tetteidet, az élettevékenységet is abba a minőségben, vibrációba csinálod, ez kettő együtt erősíti egymást, képzeld el, és akkor ilyen a, mondjuk így a tevékenységed, a munkád ilyen könnyűvé válik, ilyen gördödéken lesz, szinte magától létrejön, hogyha így a te tetted, a napszakkal, a te dúsád, a napi összhangba kerül. És akkor ez egy ilyen nagyon-nagyon jó harmóniát teremt az életünkben, hogyha ezt meglátjuk, megértjük és alkalmazzuk. Oké. Okay. <laughs> ez igazából mind csak azért volt, hogy megértsd, hogy hogyan alakulnak -e a napszakok is, miért léteznek. És akkor most menjünk bele a konkrét napszakokba akkor is akkor mondom neked, hogy mit érdemes csinálni. Azért itt néha lesek a kis cikkemből, egyébként most pont előttem az a cikk van megnyitva, ami ott van a szerfnészők a honlapon, és akkor az alapján beszélek neked. No. Na, akkor kezdjük. Akkor ugye volt a hajnal, kettő és hat között, ugye a váltadósa. váltadósa volt, emlékszel, a könnyedség mozgi, eh, mozgékonyság. Eh, és pont ezért, mikor van ez a könnyedség mozgékonyság, érdemes lenne akkor így ebben a időszakban még föl fölkelni. Mert akkor maga a, a, a testnek is az ilyen mozgásai keringései támogatva vannak. Itt, a, itt itt belértem a vérkeringést, az idegingerület áramlását, annak a keringése, vagy maga a bélmozgás is, annak, hogy az nem keringés, de mégis mozgás, ezt is a váltadósa irányítja. Tehát ugye kettő és hat között van, tehát akkor mondjuk egy reggel hat előtt reggel 6 előtt kéne fölkelni, mert akkor még a váltadósa van, és akkor a váltadósának a szele kifúj minket az ágyból, és csak úgy kiröppenünk. Persze ez csak akkor tud működni, hogyha előtte időben lefekszünk, hiszen ezért kell az a alvás mennyiség időbe, a, 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 hogy ki tud magad pihenni. Tehát itt nem az, hogy hajnal egykor lefekszel, és reggel 5-kor fölkelsz, mert akkor szét fogsz csúszni, hanem este 10 előtt lefekszel, és reggel hat előtt fölkesz. Ez egy nagyon ideális lenne, és hogyha tudod ezt csinálni, akkor tényleg szuper jó. Megmondom őszintén, én is sokat tudtam ezt csinálni. Éltem Krisnövöldbe egy évet, ott ezt csináltam, igazából már 8-kor, 9-kor lefeküdtem, és már fél négykor, négykor hajnalba keltem. És még utána is volt egy év, másfél év, amikor ezt csináltam, és akkor volt még pár korszak, ilyen hónapok, amikor sikerült ezt összehozni, és, és éreztem, hogy az milyen jó. És hát pont mivel jogát oktatok, sokszor én este dolgozok, és késő este érkezek haza, és akkor még neki állok vacsorázni, és így ugye amúgy, és akkor pont emiatt sokszor én elcsúszok most a valóságba, de ez nem jó. Na mindegy, ez csak az én példám volt, de ha te megteheted, mert nem éjszaka kell, vagyis este kell dolgoznod, hanem napközben, akkor igenis hatással vagy az életedre, és tudod pozitív módon irányítani, befolyásolni. Szóval a lényeg a lényeg, hogy ha előtt fölkelsz, akkor a váltadósának van egy ilyen könnyedség, az hups, Kidobdéket, fölkezd, és akkor, ha ideálisan is jól működik a tested, ez nem mindig van így, sőt, sokszor sajnos nincs így, de mondjuk tegyük föl, jól működik, akkor az a jó, amikor jól kialudtad magad, úgy érzed, hogy kipihent vagy, és igazából úgy kezdsz már föl, hogy eleve van székelési és vizelési ingered. Egyébként ezt is a Váltadós segíti ezeket a fajta mozgásokat, kiválasztásokat. És az a hogyha azzal kezdesz, hogy fölkezd, és mész a WC-re, és kiadod magadból. Nagy vécét, kis WC-t, és akkor ez is egyfajta méregtelent, megszabadulunk az anyagcsere termékektől, méreganyagoktól, amik az éjszaka folyamán keletkeztek. Majd erről is beszélek, mert éjszaka történik a másodlagos emésztés, a sejtszintű anyagcsere, a méregtelent kiválasztás, akkor történik meg éjszaka mi a vásalat és ezért reggel ezeket a kiválasztott anyagokat, ezektől érdemes megszabadulni. Mikor felkelsz. és azon, hogy kicsi nagy vécét megcsinálod, és kiadod a ö, székletet, ugye a szilárd méreganyagot, kiadod a vizeletet, a folyékony méreganyagot, egyébként még másképp is váltódnak ki méreganyagok a testből. Például képzeld el a bőrön keresztül, a bőr, bőr pórusain keresztül is kilökődnek ezek a egyrészt anyagcsere termékek, másrészt méreganyagok. Nem feltétlenül úgy, hogy izzadsz, és Vizes, vagyis úgy, de az izzadáshoz hasonlóan, hát lehet izzadás is, de ahhoz hasonlóan csak így a pólusokon kijönnek a ezek a cuccok. És akkor ilyen lehet érezni, hogy olyan, ilyen furcsa réteg van a testeden. Nincs erre magyar szó, mi csak úgy szoktuk mondani egymás között, hogy alvós, alvós vagy. Tehát a testem van egy ilyen furcsa torok. És pont ez, ezért ajánlja az ajúrvéde reggeli Egyre inkább elterjed ez a szokás már itt Magyarországon és Európában is, de mikor még én gyerek voltam, ez még a mi családunkban se volt szokás, illetve az összes barátomnál, rokonomnál se volt szokás a reggeli zuhany, vagy csak a reggeli fogmosás volt a kalapkabát, meg talán az arcunkat megmostuk, hogy a csipa kéljön a szemünkből. Kb. ennyi történt reggel, de, de egyébként a reggeli zuhanyzás fontosabb, mint az esti, mert akkor megszabadulsz ezektől a bőrre kirakódott nem a való cuccoktól. Próbáld ki azt, hogyha még sose csináltad ilyet, hogy egy hétig zuhanyzol minden reggel, és aztán nem. A forogtól fogod érezni, hogy koszos büdös vagy. Csak amikor még nem csinálod azt, hogy reggel zuhanyzol, észre se veszed, hogy koszos büdös vagy, mert megszoktad. Szóval nagyon az ember magát, a maga szagát, hihetetlen tudja megszokni, tolerálni. De azért, mert te nem érzed, nem biztos, hogy úgy van. Tehát a lényeg, hogy amikor reggel fölkezd hát előtt, akkor vécézel, egyébként fogatmosni is ilyenkor jó, ha használsz ormosót, ilyen néti kancsót, akkor azt is meg lehet ejteni, A szemed mosod, füled mosod, mert ide mind kirakódnak az anyagok, ugye a nyelvre a lepedék, ezért kell fogatmosni, meg nyelvet kaparni. Van egy ilyen videóm, ha fölmész a YouTube csatornára, van egy ilyen ajurvéda életmód lejátszási lista, és azon belül ott vannak ezek, amikor most beszélek nyelvkaparás, meg ilyenek megmutatva, és akkor tudod csinálni, tehát fogmosás nyelvkaparás, akkor a szájból kiszedte a cuccot, füledet kimosod, fülből kijön a cucc, szemből kitisztod a csipát, onnan kijön a kosz, orrodat kifújod, vagy kimosod, kijön az orból a váladék, vécizel, akkor kijött a belegből, hújakból, és akkor ezek után van az, hogy zuhanyzol. És ez mind megtörténik, akkor megtisztult a hát test, és akkor alkalmas, hogy utána arra, hogy elindulja a napnak és akkor tedd, amit akarsz. És hát ezek után lenne jó bármit csinálni. Tehát a reggeli ürítés és tisztálkodás után lehetne azt csinálni, hogy vagy pránajámozol, vagy tanulsz, vagy olvasol, meditálsz, ezeket, bármelyiket lehet csinálni, mert a váltadósa mindezt a fajta idegi, szellemi, vagy mozgásos tevékenységeket megtámogatja. Tehát, hogyha például a lelki gyakorló is vagy, akkor érdemes ilyenkor meditálni, vagy imádkozni reggel, hajnalban, mert tök szuperül megtámogatja a természet. Egyrészt a természet is a szatvagónában, a jóság minőségében van, még, minden, még senki nem indult el, nincs ez a fajta őrület, tudod, amikor elindul a város, elindulnak az emberek, mozognak, lüktetnek, vibrálnak, és az már úgy kicsit szenvedélyes de még mikor reggel van, és mindenki csak ébredezik, akkor minden olyan nyugodt, kifinomult, és ezért, ezért is jó a meditáció, a lelki gyakorlatokat ilyenkor csinálni. Illetve a pránajámot, a légzőgyakorlatot, meg azért, mert a pránajám is a váltadósához tartozik, tehát a levegő, tehát a levegőt lélegzel kibe, és, és amikor a levegőnek van a időszaka, korszaka, akkor érdemes légző végezni. Persze magam példájából tudom, hogy nem fér bele minden a reggelbe, tehát nem tudsz tanulni, olvasni, meditálni, imádkozni, jogázni reggel, nem tudsz mindent. Ezért el kell döntened, hogy mit csinálsz reggel ezek közül. Aztán persze ezt már szabadon te eldöntheted, hogy mihez van kedved. Vagy például van ismerős, aki fut, ha az reggel szokott futni. Az is teljesen jó. Persze, amikor kikelsz az ágyból, rögtön utána kemény fizikai munkát nem jó csinálni, mert még kell az izmoknak egy kis idő, hogy visszanyerjék a rugalmasságot, kell a porckorongoknak, hogy megszívják magukat nedvességgel, a gerincoszlop fölvegye a jó tartását. Tehát a felkelés után egy 20 perc fél órának legalább el kell telni, hogy mozog. Tehát hogy ne csinálj, hogy kilépsz az ágyból is rögtön nehezen, hogy mondjam, erősen terheled a tested. Reggel az ágyból kikelve még korán, max nyújtózásokat lehet csinálni, tehát nyújtózkodsz, minden végtaggal össze meg a gerincen nyújtózkodsz, tehát reggel nyújtózkodásokat jó csinálni, egyébként baromi egészséges, csak gondolj bele, a cica is állandóan nyújtózkodik, hát nem igen látsz te gerincsérves vagy más macskát. Nem, nem, nem létezik. Hát lehet, hogy a szobacicák, ezek a városi Agyon genetizált cicáknál van már mindenféle betegség, azok már nem, nem normálisak. De egy, egy, egy falusi cica, aki kint van és mozog, és mindig éli a kis életét, és sokat nyújtőzködik, hát annak nem lesz baja, meg izombaja sem. Ugyanígy a citához hasonlóan sokat nyújtózkodnánk, az jót tenne. Tehát reggel ágyból felkerésből azt megteheted, de kemény mozgást nem. 20-30 perc teljen el, és amikor a fél óra eltelt, utána lehet uh, mozogni, jogázni, elszanázni. Oké, okay, és Tehát akkor el kell döntened, hogy mit csinálsz reggel. Én speciál uh, mantrázni szoktam, tehát mantra meditációt végzek, dzsappázok. Így, hát nekem majd látod, van egy oltáram is, és akkor azzal is foglalkozok, kinyitok, ott van egy kis szertartás, aztán csapázok, ha légzőgyakorlatot csinálok, akkor azt is ilyenkor szoktam, és aztán reggelizek, és akkor indul a nap. Mm, így, de vannak ismerőseim, akik reggel álszanáznak, és aztán indul a nap, tehát ezeket így meg No, akkor ez még csak a reggel volt, és akkor ez lenne az ideális, a ha hat előtt föl tudnánk kelni. Persze ezt nem tudod megcsinálni, akkor még, még mindig valahogy magadhoz igazodva, akkor a hét előtt kell föl, ne túl későn, és a többi. És amikor elindultál, akkor a váltának a könnyedsége, könnyűszerrel elindítja a napodat. És ez jó lenne, hogy ez, a, ez az indulás megtörténne, mert utána már reggel hat után már a kappadósa jön. A kapadós emlékszel, az volt a föld és a vízelem. A föld az nehéz, szilárd, stabil. És ha ha már belemész a kapadósába, ebbe az időszakba, akkor már baromi nehéz kikelni az ágyból. Én néha-néha vannak olyan korszak, amikor beleesek abba, hogy nem akarok felkelni korán, és alszok picit tovább. De aztán mindig leszokok róla a pár nap után, mert annyira rossz, meg olyan nehezen jössz ki az ágyból, olyan az ágy, mint a mágnes, te meg, mint a vasdarab, és nem akarsz kikelni belőle, és a ki is keltél, minden olyan nehéz, lassú, pff, tompult. Hát ez azért van, mert már kapadós ráült a kis tudatodra, meg már tamaszba vagy, mert túlalultad magad, és ezért ilyen nehéz elindulni. Tehát ezért nem kéne megválni a kappát, hanem azelőtt fölkelni. Viszont, ha te már azelőtt fölkelsz, és ugyanakkor jön a kappa, akkor a kappának ez a nehézséges szilárdsága nem azt fog elindízni, el, el, amit az előbb elsoroltam, hogy ilyen pff, nehéz és nyomot leszel, hiszen már te mozgásban vagy, mert felkeltél és már elvégezted az bizonyos élettevékenységeit, amiről az előbb beszéltem. Tehát benne vagy az életben, és jön egy nehéz minőség a kappa, az nem lenyom, hanem tovább lendít. Tovább visz. Ez olyan, mint egy nagy malomkő. Nagy malomkő, vagy egy nagy, nagy, nagy gömb alakú szikla, ugye ezt megmozdítani, azt hihetetlen nehéz, de mondjuk, ha megmozdítod, mert a váltadósa a nagy szél, az segít, és ha ez megmozdul, és már mozgásban van a malomkerék, vagy ugye ez a nagy kör alakú szikla, és utána jön egy nehéz energia, nehéz minőség mögé, akkor nem hogy gátolja és lenyomja ezt, ezt hanem még, még jobban nyomja, görgeti, lendíti. És ugyanígy, amikor mi elindítjuk a napot, és jön a kappadós, és benne vagyunk, akkor, akkor, akkor puf, tele leszünk energiával, és kitartással, és akarat erővel, amit a kappa ad nekünk, és igazából bármit meg tudunk csinálni. Egyébként a reggelit ezt ilyenkor jó megejteni reggel 7-8 óra körül, vagy 8 óra körül. Nem erről még beszélek, mert az is attól is függ, hogy milyen típusú vagy, mert például aki vált a típusú egyen, 5 egy nap, többször kevesebbet. Aki pitta típusú egyen, 3 nap, aki kappa típusú az legyen 2 szöred nap, vagy ha eszik vacsorát, akkor az nagyon könnyű legyen. Tehát ez se teljesen mindenkinek ugyanolyan. De a lényeg, hogy akkor reggelizel, és utána indul a nap reggel után, és mivel a kapadósa ereje ott van, ilyenkor érdemes a nehéz munkát végezni. Nehéz munka, akár fizikailag nehéz munka, tehát ha kőműves vagy, akkor ne a pepecs munkát csináld ilyenkor, hanem rakda téglát. Hogyha például irodában dolgozol, akkor ne a csip üzeneteket, SMS-eket, e-maileket válaszold meg, ami könnyű, hanem a nehéz projektekbe keresztjél bele, amire rá kell feküdni, és meg kell oldani, és erőt kell kifejteni. Tehát akár testileg, akár szellemileg, ilyenkor délelőtt érdemes a nehezebb munkát végezni, vagy a mondjuk így kihívásokkal terhelt munkát végezni, mert megtámogatja a természet, tehát ilyenkor csináld ezeket. Így. És akkor 10 óra, tehát délelőtt 10 óra és délután 2 között van a pittadósa. A pittadósa volt a tűz, mégszer a tüzesség, az energia, az átalakítás ez is egyfajta lendület, tehát még 10 óra után is lehet benned lendület nyugodtan. Tehát egész ebédig pörgetheted magad a nehezebb melókkal. És délbe, vagy hát attól függ, hogy nyár van, tél van, délbe vagy egy órakor van a legmagasabban a nap, ugye a horizonton. Ez azt jelenti, természetben a tűzelem a legaktívabb. De képzeld el, csak a természetben a legaktívabb a tűzelem a nap által, hanem a testedben is akkor a legaktívabb. A tűzelem a testben emlékszel, mit mondtam halapitta? Az emésztés szelvrendszerben bújik meg. Itt jelen esetben, hogyha a napközbeni étkezésről beszélünk is elsődleges emésztésről, akkor az a gyomorbél traktust jelenti. Tehát ilyenkor nagyon aktív a kis poci. <laughs> És amikor legaktívabb a pocak, akkor jó megpakolni étellel. És akkor ezért van az, hogy az ajurvéde amúgy azt ajánlja, hogy a, ha, ha a bőségről beszélünk, hogy melyik étkezés legyen a legbőségesebb, vagy legnehezebb, vagy legösszetettebb, akkor az az ebéd. Tehát ebédre a fűt kaját, akár a fehérjedús, szénhidrátús kaját, mert akkor nagyon erős az emésztés a gyomorban, bélben, és akkor szuperül lebontja, szétszedi, felszívja. És akkor dél körül épp hogy esik, hogy puffan, akkor kéne megejteni az ebédet, így, mert a pitta a tűz, az segíti ezt. Amikor megvan az ebéd, Persze ezt az előadást most magamnak is tartom, nagy azt így éjtek, hogy én így élek mindig, tök jó lenne, és törekszek is rá, meg vannak korszakok, amikor igen, de van, amikor nagyon nem. És, és bele is gondoltam, hogy most ma mit csináltam, megettem az ebédet, és rögtön neki folytattam a munkát, és sokszor van ez így. De egyébként az ebéd után nem, nem jó lenne nem azonnal folytatni a munkát, hanem hagyni magadnak egy negyed óra, húsz perc pihenő időt. És akkor ilyenkor mindig valami kellemes jót csinálni sétálsz egy picit, napozol egy picit, beszélgetsz valami kedves, finom témáról valakivel, igen, társ társasági életet élsz, valami kis csapatba, kis nevedgéltek, viccelődtök, tehát, hogy, hogy, valamit, hogy ne rögtön egy erős inger érje a testet és a tudatot a ebéd után, hanem valami számodra kedves szívednek derítő dolog érje, mert az megsegíti az emésztés folyamatát, hiszen amikor belepakolod a védet a pociba, a gyomorba, akkor oda fut az energia, oda fut a vér, és kell az a vér is az energia, hogy oda fusson, mert az segít az emésztést. De ott a vér is, ott az energia a gyomorba, akkor ne hozd az agyadba az energiát és a vért, meg ne hozd az izmotba a vért és az energiát, mert ha oda viszed, akkor elveszed a gyomortól, és az emésztés nem tud teljesen végbe menni. Ezért van az, hogy egy kis időt jó hagyni, hogy ott a falatok, amit lenyeltél, az össze tudjon keveredni az emésztőenzimekkel és a gyomorsabbval. Így. És az kell egy kis idő. Összekutyulódjon. Egyébként a legtudtibb az, hogyha egy picit sétálsz. Akár tényleg csak 108 lépést teszel. Persze lehet többet is mert az a kis lépések is egy ilyen kis ingerek a gyomornak, nem megterhelő inger, de az is, ahogy ringatod magad, mint ahogy a gyereket a bölcsőbe szoktuk, ringatjuk az ételt a gyomorba, ez jó. De kemény fizikai munkát, vagy tornát jogás, nem csinálunk, mert az mások sok lenne. Tehát akkor ez volt az ebéd, az ebéd utáni állapot. Egyébként azt is lehetne, hogy ledőlsz, Ho hova is kell ledőlni, a bal oldaladra tehát ledőlsz a bal oldaladra, az azért jó, mert egyrészt a gyomorszájnak az jobb, nem jön vissza a sal, másrészt meg akkor a jobb orjuk elkezd jobban szelelni, a jobb tartozik a pingalanádi, az a nádi, ami pont a tüzes nádi, az energikus nádi, ami még megsegíti még jobban az emésztés tüzét. Tehát, hogyha bal oldalon fekszel, és a jobb a jobban szelel, és ott van egy aktivitás, akkor az a emésztés tüzét föllobbantja, megint csak segíti az emésztést. Semmiképp nem alszunk telihassal evéd után, az már nem jó. Azt megint összezavarja az emésztés, és ha a telihassal hassal lefekszés után fölkelsz, fáradt leszel, és olyan leszel, mint aki másnapos, ilyen bódult, gyenge, szédelgős. Az azért van, mert nem, 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 jó az emésztésnek rögtön evés után lefeküdni. De az, hogy egy 5-10 percre, vagy negyed órára ledőlsz a bal oldaladra, és ébren maradsz, az oké. Okay. Hú, uh, hát mennyi minden jó prólog van, és mondom, én se feltétlenül csinálom ezeket, de tök jó lenne. Na mindegy, én elmondom ezeket, és aztán, aztán ahogyan kedvet támad, időd, energiád engedi, majd csinálod, vagy épp nem csinálod. De tényleg jó dolgok, tehát nekem voltak, mondom, olyan szakaszai, amikor csináltam is barami, tehát kétszerűen aktívabb, lelkesebb, energikusabb az ember, mint, mint amúgy. No, és amikor megvolt ez, utána megint dolgozhatsz, csináld a kis munkákat, tevékeny vagy, csak délután kettőtől este hatig már a váltadósa jön újra. És a váltadósa, az mondtam, az a mozgékonyság, de mégse a kappa, ami ugye a szilárdság keménység volt, hanem egyfajta finomság. Van ilyenkor. Miért mondom én ezeket? Mert ilyenkor délután már nem a nehéz és kemény munkákat jó végezni, hanem inkább a könnyűeket, ami már nem olyan megterhelő. Értjük? Ugye mondtam, hogy délelőtt legyen a kemény, délután meg akkor a könnyű. Például, hogyha kőműves vagy, hogy akkor ne akkor rakd a falat, meg betonozzál, hanem akkor nem tudom, csináld azt, hogy bekötöd az áramot, vagy festegetsz, vagy nem is tudom, mit szoktak csinálni. Ilyesmik. Ha pedig nem tudom, irodába dolgozol, akkor, akkor, akkor ne, ne akkor feküdjél neki a legösszetettebb projektnek, amit össze kell állítani, hanem akkor jöhetnek a kis csipcsup e-mailek, üzenetek, amiket meg kell válaszolni, vagy ilyen kis egyszerű kis szervezési feladatok, tehát az akkor lehet e, e, délután. És akkor így. Ez azért is jó, mert akkor nem pörgeted föl magad, nem terheled szét magad, mert ha már még, még délután este nekiállsz egy nehéz dolgoknak, akkor úgy kimerülsz, és nem jó értelemben. Uh, Oké? Okay. Illetve, hogyha mozogni akarsz, ugye mondtam, hogy azt jó reggel, a reggeli vécézés tisztálkodás után megejteni, még a reggeli előtt, de ilyenkor is lehet uh, a váltaidőszakban. időszakban. Uh, viszont az ebédet meg kéne várni, hogy a gyomorból kimenjen. Tehát, hogyha dél délbe vagy egykor ebédeltél, akkor ugye kell 2-3 óra hossza, mondjuk attól függ, mit ettél megy vegásnak kell két óra, aki húst teszik, vagy nehéz ételt teszik, akkor több is kell. De mondjuk akkor tételezzük fel, hogy két-három óra elég. Akkor mondjuk olyan négy óra körül már kiment a gyomrodból az ebéd, és akkor tudsz mozogni. És akkor ilyenkor lehet sportolni, futni, edzeni, gyarabikozni, tornázni, vagy a jóga szempontjából álszanázni. És akkor ilyenkor lehet a jóga álszanát megejteni. Persze ez csúszott még egy picit, ha az egész napod a reggeled, az fölkerésed, az ebéded, minden amúgy csúszik egy-két órát, akkor lehet, hogy ez is csúszik, és akkor nem négykor jogázol, hanem ötkor, hatkor jogázol. Ezek még a belefér kategória, tehát ha még hatkor neki állsz jogázni, vagy ötkor, az is tud jó. Én is sokszor szoktam ekkor. Nem mindegy. akkor azt az, az megejted a munka utána mozgást, és akkor megvolta az egész napos munka is, ugye, meg a mozgás is, és akkor már van este 6-7 óra, akkor kéne lezuhanyozni. Tehát sokkal jobb ilyenkor az esti tisztálkodást megejteni, mint a lefekvés előtt. Mert a lefekvés előtt tisztálkodsz, akkor ott megvan az a idézőjelbe veszély, hogy fölfrissít, fölébreszt. De este már nem kell fölébredni és fölfrissülni, akkor pont, hogy be kell bódulni, és aztán aludni és mélyen aludni. Uh, uh, ugye reggel azért zuhanyoztunk, mert kiültek a bőrre a anyagcsere termékek, méreganyagok is azt szabadulunk meg, ezért jó a reggeli zuhany. Ilyenkor este meg azért zuhanyzunk, mert akkor meg a napsorán során ránk rakódott izzadságtól, portól, smogtól, kosztól szabadulunk meg. És akkor úgymond tiszta vagy. És amikor megtörtént ez, utána jöhet a vacsora. És az esti kis életünk. Um, mit akartam még mondani? Mozgás volt. Igen, mindegy, majd eszembe jut. Szóval a lényeg az, hogy akkor megelted a vacsorát. Hát ugye, ugye itt, itt, it a New Age-es, meg egyéb hangulatok ugye azt mondják, hogy hatkor már vacsorázni kéne, és utána már nem jó enni. Hát ezt tudod tartani, tartsd. De, de hogyha még 7-8-kor vacsorázol, is belefér kategória, de tényleg olyan este hétfele már jó lenne megoldani a vacsorát, max, max fél nyolckor, megvacsorázod, és utána már nem eszünk. <laughs> Oké, <Okay>, és okay. <laughs> Ez egy jó praktika, és ez egyébként mindennek jó. Tehát, hogyha például elhízásban szenvedsz, test súly felesleged van, akkor ez egy fontos elv, hogy éjszaka már nem eszünk. Meg amúgy is bárkinek is, hogy egészséges légy. No, kérem szépen. És akkor hat után, Este, tehát utána már a kapadósa jön megint, az ugye emlékszel, az volt az elnehezedés. De ilyenkor az elnehezedést nem arra használjuk, hogy nehéz munkába belevágunk, hanem hagyjuk, hogy lenyugodjunk. Ilyenkor az elnehezedés úgy jön, mint egy ilyen tudati befelé figyelés, egy ilyen melankólikus hangulat, de ez nem rossz értelemben, hanem pozitív értelemben. Ilyenkor kéne élni a saját kis magánéleted, magaddal foglalkozni, szeretteiddel foglalkozni, családoddal foglalkozni, vagy ilyenkor lehet megint lelki gyakorlatokkal foglalkozni, lelki témájú könyveket olvasni, a tudatodat, személyiségedet fejlesztő irodalmakat, szentírásokat olvasni, és tényleg akkor a feleségedre figyelni, férjedre figyelni, gyerekeidre figyelni, együtt lenni. Óriási átok nekünk, hát áldás is, mert sok jó dolog van velem, tehát mindig mindenek itt. Az éremnek mindig két oldala van. De a tévé, a számítógép, az okostelefon, az internet nem, nem, a magánélet szempontjából nem olyan jó, mert még az én életembe is becsúszik sokszor, vagy hazamegyek és a családot nézem, vagy bárkit, hogy nyomkodjuk a telefon, nyomkodjuk a laptopot, nézzük az éket. Oké. Okay de mikor foglalkozol magaddal, és mikor foglalkozol a szeretteiddel, és akkor a meg utána lefekszel megint kezded a napot, nyomkodod a butulsz, lefekszel, kezded a napot, és akkor elmegy az életed úgy, hát nem foglalkozol sem magaddal, sem szeretteiddel, és eltelik 5-10 év, és azon veszed észre magad, hogy depressziós vagy, és akkor vagdalkozol, hogy te veled nem foglalkozik senki, és téged nem szeret senki. Na igen ám, de hát miért? Te hogy élted az életed, vagy te foglalkoztál valakivel? hát nem. Na és akkor ilyenkor kéne teret adni, hogy tényleg akkor beszélgetünk, megkérdezzük egymást, hogy vagy, hogy telt te a napod, mit éltél meg, mi volt benne, jó, rossz, örömet, bánatot megosztjuk, vagy ha nincs kihez szólni, akkor mondom, lelki gyakorlatok, olvasol, fejleszted magad, imádkozol, gyapázol, mantrázol, annyi mindent lehet csinálni, ami, ami ad neked, de nem pedig butit és elvesz. És akkor ilyenkor kéne a vacsi után ezeket csinálni, vagy vacsi is egy társadalmi eseményben a családdal, ha ideális családdal leszel, közösen leültök, figyeltek egymásra, telefont félre kell tenni, nem szabad asztához vinni, mert rögtön rácukban mindenki. De nekem tetszett, valahol láttam, nem tudom már hol. Az volt a játék szabály, hogy amikor család összeült, egy kis kosár oda volt téve, mindenkinek a mobiltelefonját lenémítva be kellett tenni oda, és nem szabad ott és ez nekem nagyon tetszett. Ezt valahogy így kéne minden családba csinálni. Na a lényeg a lényeg, hogy akkor a kappának ezt az esti elnehezedését erre hogy éled a kis magánéleted, életed, és 10 óra előtt tök szuper lenne lefeküdni. Ezt megint magamnak is mondom, mert rendszerint elcsúszok én magam is. De ha 10 óra előtt lefekszel, az azért, hogy a kappa ott van, a nehezedése a földelem, a szilárdság, és akkor a szépen így elaltat. <laughs> és egy kis baba édesen alszott az ágyikódba. És akkor, hogyha sikerül így lefeküdni, a kappa elaltat, és bele tudsz kerülni így a mély alvás állapotába, és akkor az alvásod Pihentető lesz. Egyébként is a kínaiak is, meg egy nagy csomó ta természetgyógyászi tanítás is azt mondja, hogy az éjfél előtti órá kétszer annyit érrek, mint az utána lévők. És hát ez igaz, én ezt magamról tudom, hogyha elcsúszok az éjszakába, nem vagyok olyan kipihent. Ha időben lefekszek, kipihent vagyok. Ezt szerintem nem kell bizonyítani, ezt, ezt csak kipróbálod és érzed. Szóval a tíz előtt lefekszel, és akkor mélyen fogsz aludni. És ez tök jó, mert utána 10 óra után, este 10 óra után, és ugye hajna kettő, tehát 10 és hajnal kettő között van a pittadósa. De ilyenkor nem az van, hogy fölpörgetem magam, mint a nap közepén, vagy a nap volt az aktív munka, az ebéd, itt éjszaka nem az van, hogy pörgök és etek, hanem alszok. Tehát idás esetben, ha beletörök tudok kerülni a mély alvásba, akkor ilyenkor éjszaka történik meg a pittának az aktivitása, de nem kifelé, mert ugye napközben az izmokba, meg a tudatodban, meg, meg, meg ugye a gyomorban, bélben aktív a pitta, ott van energia és tűz, ezért mozgó dolgozol, gondolkozol, eszel, de este pedig sejtszinten van, idegrendszer szintjén van. Tehát ott mélyen van a pittának ez a energiát adó, átbontó, vagy hogy mondják ezt, lebontó hatása, és ilyenkor történik meg a méregtelenítés, kiválasztás, egy szintű anyagcsere. Mert ugye van az elsődleges emésztés, amikor a gyomorba beviszed a kaját, a gyomorra bél elkezdi lebontani, felszívni, viszi a testbe. Ez az elsődleges emésztés. De éjszaka van a másodlagos, ami annyit jelent, hogy elviszi az ér, meg mindenféle nedvek, elviszi a tápanyagot a sejthez, és a sejten belül megtörténik az anyagsere, ugye ott van a se, hogy sejthártya, a sejthártyán keresztül bemegy a tápanyag a sejtbe, aminek kell, azt ő fölveszi, de a sejt is méregtelenít, és a sejtben lévő salak kijön. Tehát a tápanyag bemegy, a salakanyag kijön, és ezt a fajta anyagcserét, ezt a fajta munkát ez a pittadósa segíti elő, hogy ez megtörténjen, és neki ott kell mélyen aktívnak lenni, és akkor utána kihozza a kiválasztó szervrendszer ezt a sejt, hát meg a keringés, elhozza a sejtől a anyagcsere terméket, méreganyagot, és akkor kiviszi a kiválasztó szervrendszerhez, és akkor kialakul a széklet, kialakul a vizelet, a bőrporusokon keresztül kitolódik, akkor jön az orrodba, a szemedbe, a fületbe, a szádba, lepedékként, és akkor itt kiválasztódnak azok a testből, ami nem kell a testbe. És ez akkor tud megtörténni, ha te alszol este. Ha pörög összmész, mész, hát akkor is megtörténik valamennyire, már nem történne meg, akkor elég hamar elhagynánk a testünket. Tehát valamennyire megtörténik, de ha mindig a természet rendje ellen vagy, akkor ez nehezen és nehezen tud megtörténni, és előbb-utóbb itt ott beteg leszel, a test megbetegszik, a tudat elgyengül, és akkor mentális problémáid lesznek. De hogyha alszol, és ez meg tud történni, akkor a test este megújul. Az elmondott folyamat által illetve az érzelmek is akkor kerülnek megemésztésre. Tehát, ha milyen alszol, akár álmodsz, akár nem, mondjuk jobb nem álmodni. mert úgy értem, hogy az a legjobb, mikor se kép se az tényleg a mély alvás. De akár így, akár így az alvás közben a, a, az érzelmeket is megemésztjük, ahogy az ételt megemészted, és aztán sejt szinten felhasználod, ugyanígy az érzelmeket is fel kell dolgozni, meg kell emészteni. És igazából ilyenkor van az, amikor az intelligencia a tudat kicsit pihen, és kikapcsol. Uh, kikapcsolsz. És ezt, ha megtörténik, akkor megint csak, mikor felkelsz, akkor tudatilag is friss leszel, és, és, és üde. Oké, okay, és oké? És akkor ez éjszaka történik, este tíz, és hajnal a kettő között persze plusz-minusz ott még vannak ráhagyások, de ez, és akkor akkor kéne aludni, hogy ez mind megtörténjen, és akkor utána fölkelsz. Így, érted? Tehát akkor este tíz előtt fölkelünk, vagy bocsánat, hát este tíz előtt lefekszünk, és reggel hat előtt fölkelünk. És még úgy is meg lehet a 8 óra, hát számolt ki, mondjuk nem tudok számolni, de mondjuk kilenc akkor lefekszel, és alszol 7 órát, akkor az mennyi lesz? Akkor reggel négykor már kell is, kellhetsz is föl. Vagy ha lefekszel tízkor, akkor kellsz föl ötkor, stb. Tehát, hogy igazából egy átlag embernek elég szokott lenne a hét óra alvás. Persze ez is változó, mert egy váltadósának, aki, mint, aki én, az ilyen nagyon vékony, csontos, ilyen semmi teste nincsen embereknek, jobb a picit több alvás, tehát lehet, hogy nekik nem elég a 7 óra, hanem kell akár a 8 óra is. Az átlagembereknek jó a 7 óra, az ilyen típusúaknak. a kappa típus embereknek meg nem is kellene annyi, nekik elvileg elég akár a 6 óra is. Itt megint plusz-mínusz egy óra hozzáadható, elvehető, de egy átlagosan így szoktuk mondani, hogy ennyi alvás szükséges. Aztán persze vannak a nagyon-nagyon szuper jól működő, szervezettel rendelkező emberek, akik nagyon energikusak, nagyon tisztán élnek, stb. stb. Nekik lehet, hogy 2-3 óra alvás is elég. Én egy-két embert ismerek, aki tényleg csak két-három órát alszik, és makkegészséges, és testileg mentálisan is. Igaz ő, meditál, lelki gyakorlatilag, nagy csomó mindent csinál több óráig egy nap, és onnan, onnan nyeri ezt, hogy elég legyen neki, illetve az a két óra, amit ő alszik, őnek ez tényleg totálisan, teljesen egybe két óra mély alvás. Még egy átlagembernek úgy van, hogyha hét órát alszol, akkor neked is kb. másfél-két óra mély alvás benne, mert ilyen ciklikus szakaszos. Tehát van felületes alvás, forrulódunk álmodunk, majd van egy pici mély alvás. Megint felületes alvás, forulódunk, álmodunk, majd megint egy pici. És akkor mi egy átlagember ilyen darabokba rakjuk össze azt a másfél-két órás mély alvást, ami igazából pihentet és akkor én mondom, ilyen ciklikus, és akkor így összerakódik akkor a 7 óra, de akinek nagyon tiszta a tudata a nem emelkedett lélek, akkor ő lefekszik, ő egyben megcsinálja ezt. És akkor nem, nem kell a forgolódás, meg az állammal teli alvás, képzeld el. Például hogy Sira Própád volt ilyen, aki két órákat aludt és végtelen aktív volt, vagy az egyik pszichológus ismerősöm, aki ő maga is ilyen gyakorló, joga, meg egyéb lelki gyakorlatokat végező, is, két órákat alsz, Na mindegy, ez csak egy érdekesség volt. Nekünk azért kell az a 7 óra, de ha időben lefekszel, akkor simán kijön ez a dolog, és akkor megvan a pihenésre szánt idő is. És akkor érted már, hiszen van a akkor ezért van az, hogy reggel, amikor felkezd, kell üríteni és De ne esd kétségbe, ha nem tudsz vécézni, sokaknak van úgy, hogy sajnos nem profi az emésztése, és akkor kell ennie, és aztán tud vécézni. Hát akkor csináld így, és ez is egy módja az életnek. Vagy van olyan típusú ember, aki délután nagy vécézik, mert akkor is a váltadósa van, és akkor neki eltolódik oda. Ez se beteges. A lényeg az, hogy mindig legyen ürítés. Az nem jó, hogyha napokig, sok napig nem, nincsen, mert az, az ott már baj van, akkor menj, menj, menj orvoshoz, a jólvédikus orvoshoz, vagy valami természetgyógyászhoz. Kér tanácsot, hogy erősíts vissza az emésztést. Jó. Tehát ezek voltak így a napszakok felosztva a dóság szerint, és akkor, amikor van a dósának egy jellemzője minősége, akkor azzal összhangban lévő élettevékenységet érdemes csinálni. Tehát itt nagyjából elmondtam, hogy miket. Hát ez egy ideális napi rend, mondom, ha tudod, tartod, hanem nem, de én úgy szoktam csinálni, hogy amennyire csak lehet a, a, a tartom. Tehát nem 100 elébb, de mondjuk 60-70-80 százalékban mikor, hogy jön össze tartom. És minél inkább tartom, annál inkább vagyok jól. Úgyhogy neked is ezt tudom javasolni, hogy akkor ezzel próbálkozz. Most ez az előadás, ez itt van, ezt meg tudod hallgatni, utólag is, mert fönt marad ide, vagy YouTube-ra a, a csatornámra is fölteszem, de írott formában is megtalálod egy cikkbe, és azt szerintem tök jól le van írva, ilyen a lényeg. Ugye Selfness jogán belül van egy ilyen, hogy tudástár, azon belül van ilyen, hogy a jóvéde életmód, ott találod meg, vagy a keresőbe beírod, hogy jogi, jogikus napirend, úgy találod meg, és és egy nagyon hasznos dolog ez, hogyha dúsákkal összhangban élsz. Oké, okay, és oké, okay. most csak nézem, hogy mi jön. Ja. Hát igen, mert ez adja meg a harmóniát, a kiegyensúlyozottságot nekünk. Hát ennyi fér bele a mai kis alkalomban, de el is mondtam azt, amit szerettem volna. Akkor ha akarsz követni YouTube-on, tudsz követni, Facebookon tudsz követni, a Selfness a honlapon is megtalálsz, amiket elmondtam ott és akkor tudod, ezek az élő órák és eladások akkor keddenként vannak, a jogaóra 6-tól, az előadás 8-tól, ugye a Selfness Jogán belül ugye van egy, egy online joga csoport, ott indulnak ezek el. Ezeknek az előadásoknak vagy óráknak nincs fix részvételi költsége, mert, mert, mert nincs, hanem úgy működik, hogy amennyit te te élethelyzeted enged, annyit adsz, ha nehéz sorsú vagy, akkor keveset, ha jó sorsú vagy, akkor többet, a nevemet, számomat megtalálod, ez esemény leírásában vagy a videó alatt, és akkor oda tudsz adományt utalni, ha megteszed, én nagyon hálás vagyok, nagyon megköszönöm neked, így, ha pedig szisztematikus képzést szeretnél, akkor azt megint a honlapomon megtalálod. Sokféle online tanfolyamban, nézegesd őket, és hogyha érdekel, akkor tényleg ilyen vezetett képzésen keresztül részt vehetsz ezen. Hát köszönöm szépen a figyelmedet, és a további szép estét kívánok neked. Namaste!